Másfél hónap alatt mintegy 150 diák vett részt a Legyen Eszed, hogy Eszed legyen elnevezésű ifjúságfejlesztő programban. Az önkormányzat 9 oktatási intézménnyel működik együtt, hogy a fiatalok a káros szenvedélyek helyett még jobban megismerjék a város nyújtotta lehetőségeket és megszeressék Miskolcot. Kábítószer ellenes felvilágosításnak indult, de mára egy komplex ifjúságfejlesztő akcióvá nőtte ki magát a Legyen Eszed, hogy Eszed legyen elnevezésű program. Az önkormányzat 2015-ben döntött úgy, hogy megmutatja a fiataloknak, mit tartogat számukra Miskolc. Kevesen büszkélkedhetnek el azzal, hogy lehetőségük nyílt végignézni egy színházi főpróbát. A programban résztvevő diákok közéjük tartoznak. A Hello Dollyt úgy nézhették meg, hogy rajtuk kívül senki nem volt a nézőtéren. A mi jövőnknek is fontos cselekedet, amit az önkormányzat ezzel a programmal, a Legyen Eszed programmal kitalált és véghez visz, hogy alternatívát mutatni a fiataloknak. Októbertől november közepéig mintegy 150 diák vett részt az ifjúságfejlesztő programban. Az önkormányzat 9 oktatási intézménnyel működik együtt. A programban résztvevő gyerekek az elmúlt években a színházi főpróbák mellett börtönlátogatáson vehettek részt, elmehettek a bíróságra, a kábítószer fogyasztás káros hatásairól hallgathattak előadást, de tavaly megnézhették az akkor még épülő Diósgyőri stadiont is. Az önkormányzat célja az, hogy minél több fiatalt meg tudjanak szólítani a programmal. Ismerjék meg a miskolci fiatalok Miskolc város értékeit, alaposan ismerjék meg, és tudjanak elköteleződni ezek mellett az értékek mellett. Érezzék az értékek megismerésén keresztül, hogy Miskolc egy jó város, hogy érdemes itt maradni Miskolcon, mert Miskolcon olyan dolgok állnak rendelkezésre, olyan intézmények, olyan programok vannak a városban, amik mellett érdemes kitartani. A jövő is sok érdekességet tartogat. Szó lesz a párkapcsolatokról, az egészségről, a közösségi médiáról, és a kreativitás is terítékre kerül.